Köszöntöm a Miskolc televízió nézőit. A Promenád mai adásában újra színházba megyünk, és kvaterkázunk egy kicsit ismét a Történelmi Avason. Tartsanak velünk! Európában egyedülállóan premierrel tért vissza a koronavírus miatti leállás után a Miskolci Nemzeti. A Teátrum nyári színházában 200-an nézhették meg a premiért, de plusz egy főnek megérkezett egy igazi nyári vihar is a bemutatóra. Viharos házasságokkal és a belső feszültségekhez passzoló viharos időjárással tért vissza a miskolci színházi világ. A Francia rúdugrás című kortárs magyar vígjátékkal köszöntötték újra a miskolciakat. Ez egy elmaradt, most nem azt mondom, hogy a tavalyi évad, mert elvileg még tart az idei évad, de ez a bemutató elmaradt. Tehát nem került be a programba, a bérletbe, tehát ez elmaradt. Ez most így hirtelen, egy már lassan teljesen szokatlan, tehát nyári időpontban lesz. Töprengtem ezen én is, ez megjósolhatatlan, hogy milyen bátorsággal tudnak a nézők visszajönni, mert biztos van, aki nem mer, esetleg azt mondja, hogy még korai. Van, aki meg azt mondja, hogy most már minek ez a húzavona, most már jöjjünk és nézzük. Én is gondolkodtam pont ezen, hogy nem lenne jobb talán valami tényleg, valami nagyon hú, de azt hiszem, hogy ebbe lehet igazság, hogy talán jó időzítés vagy a szerencse úgy húzta, hogy pont egy ilyen, hát hogy szokták ilyen hihetetlen banálisan, vagy mondják ezt közhelyesen fogalmazni, sodró lendületű vígjátékkal újra jelentkeznünk. Hát én abban nagyon bízom, hogy ha lesz is meghökkenés, maga, ami itt történik, az annyira szerintem talán hihető és természetes, hogy itt történik, hogy egyszer csak el fog múlni esetleg az, hogy végül is a szavak, amiket hallok, azok pontosan mik és mire utalnak, és ugyanúgy fogom folyamatába hallgatni, és nem fog senki se leállni néhány másodperce vagy perce azon, Jézusom, mit mondtak ezek. De hát itt reménykeltő volt, hogy talán páran már ezért így ide dugták így a kis fejüket, így nézegették, és én úgy vettem észre, hogy így eléggé jól szórakoztak. A főpróba egy gyors próba folyamat végére tett pontot. Nagyon-nagyon kevés időnk volt rá. Tehát az a sejtés, hogy mikor és hogyan lehet játszani, az nem esett teljesen egybe azzal, ami végül is történt. Tehát mi azzal szembesültünk, hogy május 21-én szép nyugodtan elkezdtünk próbálni, és aztán egyszer csak kiderült, hogy ebből június 12-én lesz egy bemutatónk. És hát akárhogy is nézem, azért ez az átlagos próbaidőszaknak a fele. És ugye ehhez hozzájön még az, hogy valóban egy bő két hónapos leállás után mindenkinek egy kicsit vissza kellett érkeznie, nem csak a színészeknek, az egész épületnek valahogy nagyon magához kellett térnie, és hát azért ez okozott nehézséget, pláne azzal, hogy a munkának az egyik része pontosan az volt, hogy muszáj volt magunkkal megbeszélni közösen Jánossal, mindenkivel, hogy hogyan formáljuk ezt a szöveget és ezt az egész történetet olyanná, hogy akármilyen fura, hogy mindenki higgyen ezekben a sorsokban. Olyan erővel van ez a nagyon kacagtató és vidám vonal benne, de talán éppen azért remélem, mert minek sikerült ezeket az alakokat megteremteni, hogy az nem ment, tehát nem ment az csak így az olvasás alapján. Tehát néha hozzá is kellett, meg kellett segíteni egy kicsit, bizonyos szövegeket elhagyni, bizonyos szövegeket beletenni, és ebben elég rugalmasak voltunk, tehát még a mai napon is történt ilyen típusú változtatás, talán meg még fog is, de hát ezt gondolom, hogy ha előnyére válik az előadásnak, akkor ez benne van a pakliban. És ha megettünk jövő? Senki nem jött. Honnan tudod? Figyelj már, használtál valaha egyáltalán visszapillantó tükröt, már úgy értem, hogy nem rúzsozni? Akkor meg miért nem vezettél te? Mit? Egy pingpong, sík, eszed nem vagy. Doktor úr! Na. Pszichológia. Nézd, milyen érdekes! Pszichológia.
Na itt legalább van valami más, nem tévedtem. Pszichológia. Jó helyen járunk, vagyis te biztos, hogy jó helyen jársz. Hoppá. Dr. Goldmark Ernő elméltetés a***ról, ahogy az autoszexualitás kultúrtörténete. Részben szakkönyv a sportodról. Végtelenül humoros nyitó jelenet, ezt még láthatta a közönség pénteken, mielőtt lecsapott a vihar. A nyári színházi premier akkor végül elmaradt a szűnni nem akaró esőzés miatt, de ez csak ideig óráig állt a társulat útjába. A hétvége nem telt el premier nélkül. A nézők nagy örömére, mert a színházra mindig éhes közönséget a koronavírus a szokottnál is jobban kiéheztette. Akikkel én úgy beszélgetek, nem feltétlen a színházból, hanem máshonnan. Valamitől vannak néző ismerőseim is, és hát mindenki ki van éhezve arra, hogy nem csak arra, hogy kocsmába járjon, hanem arra is, hogy színházba. Egyáltalán, hogy a bezártságból valamilyen módon kiszabaduljon, és hát itt ugyan a távolságtartás ellenére azért mégiscsak valami fajta közösséggé alakulhatnak. Azt, ilyet még nem láttam, tehát azt nem tudom, hogy mennyire, tehát a nézőknek a fizikai közelsége is nagyon sokat tesz hozzá az előadás, meg a sokaságuk. És azért most, ha a színész lepillant a színpadra, azért nem fog teli nézőteret látni, hanem nagyjából egy negyed nézőteret, ami máskor a bukás érzetét kelti bennük, de most nem feltétlen fogja azt kelteni. Azt, hogy mit okoz a nézőkben, azt nem tudnám meg, ez az atomizálódás, azt nem tudom megmondani. És ez alatt nem a veszekedésre gondoltam. Nem szoktunk veszekedni. De szoktunk. Nem szoktunk veszekedni. Mikor szoktunk veszekedni? De miért mondod, hogy nem szoktunk veszekedni? Mikor kezdtünk? Nem veszekedni. Jó. Még veszekedhettek is, hiszen valahol ez a párterápia lényege. Na meg ugye a szex. Tehát az én szárnyaim alól úgy is úgy kerülnek majd ki, mint a galambok. Mint a nyulak. De a legfőbb igazság, ha egy házasság elenyész, egy világ enyész el. Egy világ? Atya úristen! Na de bocsánat, hogy így kötelező lesz, hogy mindenki elépé teregetni? Nem kell félni a másik pártól. Város csoportterápiának éppen az a lényege, hogy megpróbálunk közösen rájönni a legnagyobb problémára, és aztán ezen problémákra megpróbálunk közösen jó kírt, hogy is mondjam, köpülni. Ezt mind vadidegenek előtt? Ezt mindenki csak így lehet, ugye? Családtagok, barátok, ismerősök előtt tilos, szigorúan tilos, illetve a párterápia ezt az ösvényt még nem taposta ki. És kik lesznek a másik párok? Egy teljesen átlagos, hétköznapi szürke átlagpár, pont mint maguk, ők is beleugrak kicsit egymásba. Béka, mi nem utunk egymásba, jó? Nem, Zsula. Mi van? A francia rúdugrás Mohácsi István darabja, melyet Miskolcon Mohácsi János rendezett színpadra. Egy nagyon is komoly témát feszeget, de nem keseregve, szomorúan vagy drámain, hanem sokkal inkább humorral. A vígjáték műfő az inkább fogyaszthatóvá teszi el a dolgot. Tehát mondjuk, ezt már mondtam valakinek, de engem a Bergmannak a Persona című filmje riasztott el végleg a felől, hogy ennek a dolognak csak egyetlen oldala van, a kína szenvedés és a nyomorúság. Ez, aki életébe szerelmeskedett már, és volt szerelmes, és nem csak az aktusra figyelt, az tudja, hogy ezer arca van a szerelemnek, és ebből csak az egyik a fájdalom és a szenvedés. A többi az még egy megcsalásban is vannak vicces dolgok, még akkor is, hogyha mi akkor azt nem úgy éljük meg, de utólag elmesél, esetleg állati mókás sztorik lesznek belőle. De miért? Na? Szerintem nincsen velünk semmi baj. Te is szeretsz, meg én is szeretem. Hát tévedsz. Mi van, nem szeretsz? De hogy nem Ákosra szeretem. Még akkor én nem szeretem? Tudom, hogy szeretsz. Hát, én azt hittem, hogy ez egy ilyen latamétri lesz, értem, de hogy pszichológus fog szórakoztatni, értem, mint máskor a bármixer vagy a krupi. Erre meg kiderül, hogy bánni akarsz, homokosnak néznek, meg az a fő csapások, hogy a azért, mert lehet, hogy fontos. Meg annyit nem tudsz kinyogni, hogy melyik volt a legkedvebb. Na jó? Zsuzsa, nézd! Tudod, az nálunk férfiaknál ilyen
ilyen reflex. Ilyen életfunkció. Olyan, mint nálatom a cipővásárlás. Az egész muris volt így felkészülni, mert ez nem egy... nem az a fajta darab, amivel általában az ember találkozik. Ezek eléggé furcsa, különös figurák, illetve hát a probléma, amit boncolgatnak, az talán meghökkentő lehet, bár mindannyian foglalkozunk vele, csak nem napi szinten, meg szemérmesen. És hát igyekszünk a jó ízlés határain belül úgy megmutatni akár ezt a pszichiátert, akár ezt a két házaspárt, illetve a titkárnőt, hogy ezek emberek, ezek nem azért jönnek be, hogy vicceseket mondjanak, hanem sorsuk van, amit fel kell fejteni, problémáik vannak, és hát végül is ezek úgy oldódnak meg, hogy elég sok mindent, hogy mondjam így, le kell kaparniuk magukról a rájuk rakódott üledéket. Még a pszichiáternek is kijut egy ilyen apró szösszenet. Úgyhogy mondom, a készülés az úgy komplexen volt, nagyon nehéz. Sokat szégyellősködtünk, meg sokat kuncogtunk, azt is talán a szégyellőségünk miatt, aztán úgy szépen lassan úgy elkezdett ez természetessé válni, és mondom, de hát a János egy fantasztikus karmester olyan szempontból, hogy bízom benne, és tudom is, hogy vigyázott ránk olyan szempontból, hogy ne legyen ez egy ilyen gatyaletolós mulatság. Nem is lett az. Szókimondó, csak 18 év felettieknek szóló történet lett a francia rúdugrás, amiben a szakemberben élő ember is felvillan. Az, ami így történik, arra józan észre nem lehet számítani. Tehát nyilvánvaló, hogy egyszer csak így az események így valahogy nem a vezére lesz, hanem amit beindított, az már megy, mint a lavina, és hát abban ő is, mint egy ilyen, nem tudom, egy örvényben a parapafa dugó, így próbál így a felszínen maradni, aztán nem, most sikerül, hol nem. Hagyd már abba! Ó, bocsánat! Nézzék, ott van itt egy szituáció. Igen? Tövőszük a helyzetnek. Jó. Szóval, hát ugye ez van. De lehet, hogy valakinek célja van azzal, hogy maguk itt most együtt vannak egy helyen. Milyen valaki? Nagyon jó kérdés, Natali. Egy transzcendens principiumnak. Ezt lehetne egy kicsit élthetőben tudni? Természetesen, kérdés, Ágyos. Tehát a gyengébe kell élni egy felső hatalomnak. Én értem! Tényleg? Az lesz. Egy magasabb rendű intelligencia. Úristen! Jó felét. Maga! De én azért ez túlzás. Maga egy semmi! Most is túlhoz, de hát azért jó lesz. Köszönöm. Tehát lehet, hogy érdemes szembeszállnia a csoportterápia alatt. Nem értitek! Ezért vagyunk itt így! Így hárman! Igen. Dok mindent! Mert hogy így ismerjük egymást! Ja, akkor ez egy ilyen sok terápia. Az elkosta. Mi biztos, hogy maradunk? Maradunk? Hallom. Jó, akkor mi is maradjunk? Én nekem mindegy. A Görög László által életre keltett Goldmark Ernő pszichológushoz elsőként Rát Zsuzsa és férje Roskovics Ákos érkezik meg. Zsuzsa unszolására megy párterápiára, a férj is. A feleség egy nagyhangú, már-már agresszív nő benyomását kelti. Valójában viszont ő nem ilyen. Alapvetően ez a lány, vagy ez a nő nem így jön ide. Tehát én szerintem ő egy nagyon kifinomult, törékeny, kultúrált, ahogyan ezt ő el is mondja magáról, de aztán ez az este, ez kihozza belőle ezt az állatot. Szóval, hogy én remélem, hogy ez a metamorfózis majd látszani fog az alakításban. Zsuzsa és Ákos kapcsolata mellé pedig hamar megérkezik Kati és Gyula házassága, ahol az erőviszonyok nem a klasszikus elképzelés szerint vannak jelen. Nem kell segíteni!
Zsuzsa a legjobb barátom felesége. Vannak köztük problémák, de nagyon szeretik egymást. Stúdióban vagytok! A csomagtartóban! De ne mondd már nekem, már mindent megnéz! De a csomagtartóban van! Jó, hozom én a biocitromfüvet. Akkor hozzad! Köszi, gyuszi, édes vagy! Suszkulcs! A szókimondó kortárs darab természetesen a mai beszélt nyelven mesél a nézőknek szexualitásról, kapcsolatokról, és arról a bizonyos tűzről, ami ha kialszik, akkor viharokat hoz. Tényleg látom, milyen vagyok, Huszi. Minek bejárulnál, amikor a házi munkát is megcsinálod, te? Mi van, spár voltatok? Nem. Tudom. Sluszkulcs? Mi? Nálad maradt a sluszkulcs? Ne lenne nálam a sluszkulcs? Ne bánulj, nálad van a sluszkulcs. Ja, tényleg. Nálam van. Tényleg. Sluszkulcs. Itt van messze, de hülye vagyok. Mi lenne nálam a sluszkulcs? Újra összeért a társaság és a bor. A koronavírus idején a közösségi borozás csupán egy vágyott és várt program volt. Most viszont már nem csak álom. Hétvégén visszatért a Quaterka az avasra, ráadásul egy igazi bálvánnyal. Bálvány. Egy igazán friss íz Miskolcról. A Bükki borvidék történetében először rukkolt elő közösségi borral. Kellemes fehér, száraz, jó ivású nedű készült, ami nem ezt célt szolgál. Az első célunk az, hogy magát a borvidéket megmentsük. Tulajdonképpen nagyon kevés olyan termelő van, aki mondjuk így, hogy palackos bort értékesít. Sajnos az évek, évtizedek során hátországa voltunk más borvidéknek, és most a cél az, hogy saját lábra álljunk palackozott borral, és hát megcélozzuk a csúcsminőséget is, a prémium minőséget is. Ez a mai nap folyamán az első lépés, a bálvány, a bükborunk, ami egy úgynevezett könnyen fogyasztható jó bor. Ez a piramis nem feltétlen legaljára, de nem is a legtetejére szánt borunk. Szerettük volna egy olyan közösségi bort megmutatni, hogy mire vagyunk képesek. A borvidék három ismert szőlőfajtájából, olasz ízingből, chardonnayból és zenitből készítettük. A Bükki triumvirátus egy negyedikké házasodott tehát össze. A Bükki borvidék minden csodáját bepalackozták a készítők a bálványba. Van egy ilyen Bükki csúcsunk, 956 méter magas, tehát kicsit olyan évadó, meg van egy szimbolikája is ennek az egésznek, hogy valami olyan emberi kéz által alkotott dolog, vagy alkotás, amit csodálunk valamilyen tulajdonsága miatt. Beletettük szívünk, lelkünket, nem populáris bort szerettünk volna készíteni, hanem Bükkit. A bor igazi egységet szimbolizál. A bemutató nem csak a borászokat kapcsolja össze. A szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület és Miskolc városának kapcsolatát is erősebbé tették az új bor születésnapján. Ez az együttműködés egy kezdet. Mégpedig azt gondoljuk, hogy a Miskolc városának egyik kitörési pontja lehet az elkövetkező évtizedekben, hogyha a turizmus idegenforgalom vendéglátás területén valami unikálist, valami újat fogunk nyújtani. Természetesen ez nem alapjaiban új dolog, hiszen olyan büszkék vagyunk arra, hogy gazdagok vagyunk turisztikai látványosságokban, attrakciókban. Ezeket kellene valahogy megerősíteni és összefűzni. Talán kevés olyan város van a világban is, ami négy önálló turisztikai desztinációval rendelkezik. Miskolc, Tapolca, a belváros és az avas, Diósgyőr, a vár és környéke, valamint Lélafüred és a Bükk. Ez azt gondolom mind-mind különálló, önállóan is különleges, de így, hogy egy városon belül van, ez még növeli egyrészt a város, másrészt pedig az attrakciók értékét is. Azt gondoljuk, hogy az elmúlt évszázadban sajnos feledésbe merült és elpusztulni, vagy részben elpusztulni hagyott borvidéket érdemes újraéleszteni, hiszen ha a város neve összefor ezzel a borvidékkel, a Bükki borvidékkel, akkor ez kölcsönösen erősítheti mindkét felet. El kell, hogy mondjam, hogy egy jó 150 évvel ezelőtt a Bükki borvidék és a város környéki szőlők
vetekedtek a ma jobb, sokkal jobban ismert szomszédos borvidékekkel, úgy az egri borvidékkel, mint a tokai borvidékkel, minőségben és mennyiségben is. Jó tudjuk azt, hogy az avas oldalában, hogyha minden pince működne és épp lenne, akkor számszerűleg több pince van pusztán az avason, mint a tokai borvidéken összesen. A régió borkultúrájában a miskolci fontos szereplő volt. Készítésben és borkereskedésben egyaránt, de a természet egy felívelő szőlővirágzás végére tett pontot. Szerencsére és a helyi borászok odaadásának köszönhetően nem örökre. A miskolci legenda újra virágozhat. A szövetség a Bükki borvidékét közel 2 évvel ezelőtt alakult, majd egyesületi formára váltottunk 1 fél évvel ezelőtt. Kicsit komolyabbá tettük a dolgot, hiszen az volt az elképzelésünk, hogy elkezdünk dolgozni. Lesznek eredmények is, látszik, hogy tudunk együttműködni, hiszen nem nagyon volt kultúrája itt korábban. Akkor azt mondjuk, hogy akkor lehet fejlődni és lehet előrelépni. Ez megtörtént, és most azt kell látnunk, hogy kialakítottunk magunk körül egy környezetet. Születnek borok, születnek szabályok, amikben szeretnénk dolgozni, de önmagában a tagjaink kis szeletét képviselik a borvidéknek, de egy fontos szeletét egyébként. Viszont nem vagyunk egyedül hatékonyak. A borvidék 24 településből áll, ebből Torony magasan Miskolc a legnagyobb, és alapvetően a Bükki borvidék az Miskolc szőlészeti borászati örökségét hordozza. Ennek a pozitív és a negatív oldalával is, hiszen Miskolc történelmi sorsa determinálja azt, hogy ma a Bükki borvidék hogy áll és mi a helyzet. Ezért is volt nagyon fontos, hogy mögénk álljon a borvidék legmeghatározott települése. Egyrészt, mert így azért könnyebb nekünk is, tehát ennek van szimbolikus jelentése is. A másik az, hogy a helyi piacokon való megjelenésünk szempontjából Miskolc magasan a legfontosabb település. Elindult az elmúlt években egyfajta borturisztikai világ, vannak tényezők, főleg az avas oldalában, vagy akár a belvárosban, ahol ma már meg tudunk jelenni, és fontos, hogy ezt erősíteni kell a miskolciakban. Tudják, hogy milyen városban élnek, hogy milyen évszázados múltra tekintik vissza a szőlő és a bor, és hogy alapvetően nem azért tűnt el az elmúlt évtizedekben, mert a tényezők itt nem alkalmasak erre. Sokkal inkább a körülmények összejátszása szorított a háttérbe. Néhány éve viszont újraillett a folyamat. Számos a miskolciak számára kedves boros rendezvény indult útjára. Minden alkalommal nagy tömeget mozgatva meg. Az elmúlt években ezeken a rendezvényeken az volt lemérhető, hogy a miskolciak várják és szeretik ezeket a hétvégéket, ezeket az eseményeket. Miskolc egy vendégszerető, és alapvetően, ha még egy jelzőt mondhatok, ami talán még jellemzőbb, a lokálpatriót, a közösség. Tehát mi bárhol megyünk az országban, mi nem tagadjuk le, hogy honnan jöttünk, mindenhol elmondjuk, hogy mi miskolciak vagyunk, még véletlenül se keverjenek minket össze mással. Én azt gondolom, hogy ahogy a sportban ez megjelenik Miskolcon vagy más területeken, úgy azt gondolom, hogy a borban is ez kialakítható. A mi dolgunk az borászként, hogy ezeket a termékeket mögé tegyük ennek a dolognak. Iható, szerethető Bükki borok készüljenek, miskolci borok készüljenek, és ha egymásra találunk még jobban a közönséggel, akkor ebből csak jó sülhet ki. Miskolcon pedig pláne. A miskolciak alig várták, hogy a pandémia után újra közösségben lehessenek. Erre hétvégén már lehetőség is volt, ráadásul a bálványt is meg lehetett kóstolni. De a friss íz mellett természetesen néhány másik helyi borral tért vissza fizikálisan is az avasi kvaterka. Tavaly a barangoláson voltam, és az valami elképesztő volt, életemben először voltam jelen. Óriási buli volt fent ebbe a bormúzeumban. Meg hát azért a hangulat az isteni volt, és nekem ez egy nagyon nagy meglepetés, vagy egy kellemes meglepetés volt, mert ugye nem nagyon kerülök ilyen helyre, mert nem iszok alkoholt. Aki nem inni érkezett, az jókat ehetett, és a történelmi avas környezete kivételes hangulatáról sem szabad megfeledkezni. A bor mellett ez a másik két alappillére és vonzereje az avasi boros rendezvényeknek. Olyan jellegű program, ami ilyen kényelmes, kellemes, akár családi megjelenés és alkalmas program. Én úgy gondolom, hogy a Covid talán kicsit segített ezen a családias jellegen még inkább építeni. És hát valahol a cél, tényleg ez is, hogy nyugodtan családba is be lehet jönni az avasra. Olyan érték, olyan terület, olyan helyszín, olyan természeti környezet, ahol nem csak borozni lehet, hanem jó sétálni, vagy jó egészségprogramok is lehetnek.
A Quaterka a pandémia idején is helytállt, habár akkor a kényszerűség okán csak online szervezték meg. A járványhelyzet lecsengőben van, ezért most még csak kicsibe, családias hangulatba, de megrendezték a paterkázást. Koncertek ezúttal nem voltak, de így még inkább a jó ízű beszélgetéseké lehetett a főszerep. Most már számítási módszertan alapján 8. lenne, ebből a 7. az a fajta alkalom, amikor kint a helyszínen lehet részt venni a ide látogatóknak. A egyébként meg volt egy online is, itt a Covid ideje alatt. Az igazából arról szólt, hogy hát, hogyha nem tudnak kijönni az emberek a hegyhez, akkor a hegyet visszük el az otthonokba. Úgyhogy hát ez ebből a szempontból a 8. Quaterka. És hát mindig az a cél, hogy az avasnak egy-egy pontját megmutassuk, hogy annak milyen szépsége van. Nem kell félni tőle, itt azért van biztonság, érdemes kéne egy jót csitálni, mellette pedig borkostolni, beszélgetni, quaterkázni, meghallgatni olyan művészeti eseményeket, amiket azért igyekszünk tartani, kis koncerteket, ami most sajnos nincsen, de hát reméljük, hogy eljön az idő, amikor megint túl lehet ilyen rendezvényeket tartani. 4 pince van nyitva, a bortanya. A bortanyán vannak olyan büki borvidéknek a borászai, akik éppen tennap mutatták be az együttes közös borukat, a bálványt, és nekik 4 képviselőjük van most itt. Ebből talán egy legautentikusabb a Béla bácsi, a Margit pincének a tulajdonosa. Ő az egyik legrégebbi havasi boráz, de itt van a Patvoros pince, itt van a Csáterapó, itt van Nagy Zsolti, és hát ezen kívül a Nadár pince van nyitva a saját boraival, a Polgármester pince, a Posta pince, postás borokkal, meg mellette a Tokaj Bolciusszal a Pinyó, a híres Pinyó. Ez volt a Promenád június 18-án csütörtökön. Én műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!